A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Rég jártunk Magyar Tominál, időközben ilyen eszméletlen királyműhelye lett, hogy ilyen 100 milliós merciget hordanak hozzá. Nem, ezzel jöttem amúgy, de a műhelyettől függetlenül nagyon király. Több beállós, több autó fér be, jobban lehet dolgozni. És ugye megszokhattátok már, hogy amikor hoznak hozzá valamilyen érdekes autót, érdekes műszaki hibával, akkor azt eljövünk és feldolgozzuk. És most az egyik kedvencemet hozták hozzá a 90-es évekből, egy R129 eset, szerintem ez Bruno Sacco legeslegjobb mercie. Hát ennél feljebb nem jutott dizájnban, innentől már csak lejtett az út. És ebből is ráadásul egy 600-as V12-es. A motor, amiről hát eddig úgy tudtuk, hogy mindent kibír. És mindent ki is bír, kivéve a Kókler szerelőt. De Tomi, mi történt? Hát pontosan nem tudjuk igazából. Ez az autó Finnországból érkezett ide. Vagyis most már magyar tulajdonosa van, de finn tulajdonostól vették. Eredetileg egyébként svájci volt. És Finnországban történt vele egy motorhiba, amivel bevitték egy ottani műhelybe. És akkor én úgy ismertem meg ezt az autót, hogy már a magyar tulajdonosa hívott oda, benne volt a motor kompletten, nem volt indítható, tehát hogy nem járt a motor, csak videót láttam arról, hogy hogy járt, amikor összerakták a finn szerelők, illetve mondták, hogy egy hengert hüvelyeztek benne, ami szerintem nem egy jó szerelési mód. Javítás technológiai szempontból ez az egy henger meghüvelyezés, ez nem igazán tűnik jónak. Hát semmiféleképp sem ajánlám senkinek, illetve alapból, hogyha ilyen V12-ről van szó, ez egy rizikós művelet, ez még alublokkos, és ismerősi körben van olyan, aki próbálkozott ezzel, és az első motornál az egyik hüvely bepréselésénél elrepett a blokk. Úgyhogy, de most itt vagyunk ennél a tárgymotornál, ez a henger, ami a bajos. A hetes. Így van, a balos hengersornál az első henger. Mondtad, hogy volt, aki próbálkozott ennek a hüvelyezésével, bocs, hogy félbeszakítalak, de ennek itt látszik tényleg, hogy itt meghüvelyeztek egy henger, de hogyha mondjuk a mellette lévő hengert próbálnak hüvelyezni, azt már nem lehetne, hiszen nincs elég hús a henger. Így van. Összeérnének a kalapok. És akkor, hogy most itt lehet egyáltalán ezt hüvelyezni? Tehát... Meg lehet csinálni, mert ugye az ismerősi körbe, akit említettem, a másik motor már sikerült. Uh-huh. Úgyhogy meg lehet csinálni, de... Vékony hüvelyekkel dolgoznak? Hát szerintem igen, amúgy ki kell számolni azért, hogy itt elférjen. Érthető. Mi volt még a probléma? Azt mondtad, hogy mintha össze lenne ütve a henger. Gyakorlatilag szerintem az, hogy ezt megcsinálták, az egy dolog, de amikor mutattak videót a járásáról, akkor észrevettem a videón, hogy szerintem eltették a vezérlést. Mert nagyon össze-vissza járt, és mondták, hogy nagyon melegedett. És mire ideért most az autót és szétszedtük, én erre azt mondtam, hogy ezt a blokkot engedjük is el, mert hogy most azt tákolgatni, amit valaki más már elkezdett tákolni, mert ugye szerintem ez egy tákolás, hogy egy hengert itt meghüvelyeztek. Én mondtam, hogy ezt engedjük el, és nagyon jól tettem egyébként, mert most, hogy kiszedtük a motort, kiderült, hogy meg van szorulva. Azt nézem, hogy itt a hengerfalon azért... Így van. Tehát olyan, mintha a kenés nélkül járt volna. Ha már a körben nagyon... elakad benne, akkor az azt jelenti, hogy... Hát ez nagyon durva amúgy. Uh-huh. És nem is egy hengerfalon, itt talán nem annyira, de ez a kettő, ez biztos. És szerintem a másik oldalt is. Igen, itt is látszik ennél a hengernél, sőt ott még a dugattyú is sérült, tehát ki van törve egy darab. Azért mondom, hogy ott, mintha beleesett volna valami. Az igen. Szóval ezt már felderíteni, hogy ezzel pontosan mi történt, ez elég nehéz, de nagyon jól tettük, hogy ezt a motort elengedtük. Mert ugye itt mögöttem egyébként, itt a kocsim már van bele egy donormotor, ami egy kiégett bánából van, de maga a motor az nagyon szép. És így azt mondtam, hogy inkább szerezünk bele egy jó bontott motort, ami egy gyári minőség, és nem hinném, hogy sok baj lenne vele. Egyébként ebben 90 000 kilométer van, szóval szerintem nagyon jó lesz. Mielőtt beleugrasz egy ilyen motornak a beépítésébe, előtte csináltok ilyen veszteségmérést, vagy hengernyomásmérést? Mindenféleképpen ezeket. Tehát, hogy diagnosztizálod tulajdonképpen beépítés előtt. Igen, de amúgy tényleg egy nagyon jó autó. Attól függetlenül, hogy kigyulladt az autó, nem volt olyan nagy tűz benne, tehát itt a körítései megégtek a motornak, de maga a motor az biztos, hogy nem kapott ebbe a tűzbe, mert az utastér volt a fő fészke a tűznek. Úgyhogy ebbe elméletileg 90 000 kilométer van, és egy nagyon gondos gazdától van ez a motor, ami egyébként nézegettük, levettük a szerepfedelet, és stimmel is, mert tényleg szép a belseje is. Nézd, azért ez nem volt egy annyira gyakori motor, hiszen tehát mondjuk a bálnáknak a derékhadát azt nem a 600-as adta, hanem mondjuk az 500-as, 400-as, 300-as, tehát a megfizethetőbbek. Mennyire hozzáférhetőek ezek az M120-osok, és milyen értéket képviselnek? Semennyire, csak volt egy kapcsolatom. Ismertél valakit? Így van.
De tényleg nem lehet beszerezni őket? Most, ha még egy kéne, szerintem nem tudnék. Uh-huh. Tehát ez nagyon ritka, sőt, kint olyan ára van, hogy néztünk külföldi fórumon, szerintem ilyen 5000 euró egy ilyen motor most. Tehát úgy elszállt az ára is, hát nagyon ritka volt a bánából, és ritka volt a 600, meg ugye ebbe volt, és talán másban nem is nagyon tetti. Hát nem férte el. Most azon kívül, hogy még egy-két ugye Paganiba volt talán, vagy valamiben volt az a motor. Meg azért nagyon az más egész motor. Más. Azért igen. Nagyon más motor. Tehát mondod, ez az alapja, de nagyon más, igen. Tehát 2 millió forint. Jó, a másik? Körülbelül mondjuk, ez nem annyi volt, egyébként ez olcsóbb volt, mert innen Magyarországról tudtunk szerezni, de hál' Istennek kapcsolataim azok jók voltak, és volt egy ilyen motor egyből. Azért ez már egy nagyon komplikált autó. Amikor ezt a Merci bemutatta, ebben nagyon sok újdonság volt, nagyon sok érdekességet tudott. Mennyire macerás kibontani belőle ezt a motort? Semmivel se volt szerintem másabb, mint egy sima 124-es Merciből amúgy egyébként. Uh-huh. Tehát nem volt nagy bonyolultsága. És akkor itt már nem is kísérletezel javítással, itt egy motorcsere fog történni. Szerintem fölösleges, főleg, hogy meg is van szorulva. Ahogy szedtük szét, az egész egy pasztakupac volt. Nincs értelme egyébként ezzel a motorra. Most ez ott kezdődne, hogy 12 henger hüvelyezés. És akkor izgulni azon, hogy elreped a blokk vagy nem, hogy kell akkor másik blokk vagy sem. Úgyhogy én inkább azt mondtam, hogy egy jó bontott motor. Uh-huh. És akkor gondolom ehhez is jön még a bontott motorhoz egy halom tömítés, kiegészítő minden. Alkatrész. Azt minden cserélünk, tehát úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a hengerfejet nem vesszük le. Azon kívül a szelepfedéltől, az olajteknő tömítésig, a főtengely szímeningek, az összes gumi és ilyen kopóalkatrész, minden vízpumpa, minden cserélünk. Nagyszerű. Milyen összeg lesz az javítás a végére nagyságrendileg? Mm. Egyáltalán mibe kerül feltámasztás, tehát hogy mire kerül a V12-nek a rendbehozása, tehát mire megkapja azt a mindent a hengerfej levételen kívül, meg ez a komplett művelet, mire a rossz motor kijön és bemegy a felújított jó motor? Nagyjából így tömítésekkel, munkaköltséggel együtt szerintem biztos egy ilyen 2 millió forint egyébként. Úgyhogy a motor kiszedés, az átcsalangozás, ebben nincs benne a motornak a vételára. Uh-huh. Úgyhogy nagyjából, hát nagyjából azt mondom, hogy 1 és 2 millió forint között. Tehát én úgy vállaltam el, hogy 800 000-től másfélig a munkadíj, attól függően, hogy mit kell majd áttenni és mit kell majd csinálni rajta. Ugye nyilván ez egy hosszú projekt, tehát hogy legalább egy ilyen 2 hónapot itt fog állni az autó, meg olyan szinten kell ezt megcsinálni, hogy az ügyfél szeretné, hogy ez OT-képes legyen. Tehát minden lehetőleg gyári alkatrészekkel kell kívülről is visszaépíteni is, meg egyébként sok minden van rajta, amit nem tudunk, hogy mit hagytak el. Tehát egy ilyen projekt mindig nehéz, amikor valahol szétszedik. Már egyébként nagyon sok érdekes dolog volt a szétszedésnél is például. Nem tudom, hogy pontosan mi lehetett a történet, de elméletileg nem sikerült, az ottani gazdája ugye visszament a szervizbe, és elkezdték újra szétszedni. Na most ide már úgy került, hogy a motortartóbakok nem voltak meghúzva, az olajszűrőház nem volt rajta, sőt, még mondok jobbat, az olajpumpa a csomagtartóba volt. Áll. A váltóba 2 csavar volt benne. A harangba? Igen. Hmm. Az olajteknő és a blokk közé, meg oda volt csípve a köteg. Tehát vissza volt csavarozva az olajteknő, és oda volt csavarozva. Meg van egy csomó ilyen barbárság, ugye ez mindig nehéz más után dolgozni. Az ember azt gondolná, hogy azért ez az autó sosem veszítette el a presztízsét. Tehát, hogy ennek nem volt leélt időszaka, egy SL-merci, ez mindig SL-merci volt. Volt, hogy egy kicsit éppen olcsóbb volt, de sosem lett belőle hülye gyerek autó, úgymond. És hogy ilyennél azért nem követnek el hasonló tákolásokat, de hát ez szomorú látni, hogy mégis. Ezt nem tudom, hogy sikerült egyébként, tehát ez nagyon szomorú, hogy egy ilyen értékes autónál, de a jó oldal az, hogy SL, és hogy ezt van értelme megmenteni. Tehát, hogy ezt akartam mondani, hogy hiába ugrik bele egy jó állapotú, jó minőségű használt autó ára. Abban, de megéri. Tehát, hogy benne legyen a motor, ez megéri, mert ez már egy ilyen befektetési jellegű cumó. Ugye az SL-ek mindig nagyon sokáig készültek, mert nagyon drága őket gyártani, hiszen viszonylag kevés alkatrésze osztozik más Mercedesekkel. Oké, hogy a 124-esből jönnek alkatrészek, meg a 140-esből, de ettől függetlenül ez egy önálló autó. És hogy mindig sokáig gyártják őket, hogy visszatermelje a gyártási költségeket. Ugye volt az utódja az R230, talán a tükörtojáslámpás, mondjuk azt. Igen, de az amúgy szerintem az nem volt. Tehát ennek olyan jellegzetes forma, annyira szép lett ez a kocsi. Ez egy szebb autó. Igen, de hogy az majdnem 12 vagy 13 évig készült. Oké, hogy 3 ránc felvarrással, de hogy nem engedték el az alapokat egyszerűen, mert így hozza be az árat. Hát engedték. Nyilván, biztos, hogy kicsi a darabszám, ritka autókról beszélünk, drága autókról beszélünk. Jó látni, hogy talpra fog állni. Mennyi idő nagyjából? Hát ezt úgy váltom, ezt nem tudjuk minden nap csinálni, mert mellette bejönnek ilyen olaj- vagy fékcserék, tehát nyilván az a prioritás.
ezt úgy vállaltam el, hogy egy ilyen 3 hónapos időintervallumra, és akkor szépen, amikor marad idő, ilyen heti nagyjából egy napot rászánunk erre, és a többi az kb. Alkatrészbeszerzés, mert azért ez a V12-höz elég nehéz amúgy csomó alkatrészt megszerezni. Tehát, hogy nincs... Ezzel Dani is szívott, amikor... Így van, amikor Olivernek csinálták a motort a Hung Expo-ra. Ilyen tök hülyeségek, például van itt a vezérlésház, mind a két oldalt van ilyen kis zöld banántömítés, az egyik oldalt az simán megrendelett, 2 napos rendelésben megjön, a másik oldalt nem rendelt, megszüntette a Merci. Tehát ilyen tök hülye dolgok vannak. Tehát egy szimmetrikus alkatrész párból az egyik van a másik. Hát tükörkép az egyik a másiknak, igen, és erre az oldalra megtudod, vagy a másik oldalra, nem tudom, de az egyik oldal rendelhető, a másik oldal nem volt rendelhető. Pont ennél szívtunk a Daninál is, úgyhogy ezeket már tudom fejből, ezért nem vállaltam el úgy, mint egy sima autót, mert hogy itt lesz olyan, amit eBay-ről kell majd berendelni alkatrészt, meg innen-onnan. Úgyhogy az alkatrészellátás az kicsit nehézkes lesz. És az után gyártott alkatrészek mennyire megbízhatóak? Mert tudom, hogy szeretsz ragaszkodni a Mercedeshez, viszont ugye, amit nem gyártanak hozzá, azt értelemszerűen nem tudod a Mercedes-től megvenni. Így van, de általában, hogyha már Merci nem gyártja, akkor után gyártott sem nagyon van belőle. Uh-huh. Valószínűleg azért szüntették meg, mert hogy keveset vettek belőle. Uh-huh. Úgyhogy úgy szoktam nézni először, hogy van egy gyári, hogyha van gyári, akkor azt megveszem. Hogyha viszont nincs gyári, akkor ugye gyári beszállított, tehát például a gyári is E-ring, és akkor nézek belőle E-ringet. De hogyha az sincs, akkor nyilván, hogyha van valamilyen márka, akkor muszáj használni. Ha nincs, akkor pedig marad az eBay, vagy valahonnan feltúrni egy ilyen alkatrészt. Jól hangzik. Az a baj, hogy ez például ezt a gumibanánt, ezt legyártatni se lehet, mert hogy nem egy ilyen egy tömítés, amit egy tömítéskészítővel legyártatunk, úgyhogy annak a helyettesítése az majd kiderül. A pasztát én meg utálom, úgyhogy azt nem is nagyon használnék ehhez. Hát pedig mondanám, hogy 98 nem volt olyan régen, de 98-25 éve volt. Talán akkor futott ki ez az autó. És mondtad, hogy OT-ra készül, például ilyenekkel fogsz foglalkozni, hogy mondjuk a hővédő. Most pont a másik kifogó el lett víve, mert ugye ez még a jobbik, viszont a trélerezésnél a túloldali kifogórendszer leakadt, és az egészet fölgyűrték rajta. Úgyhogy ez pont most olyan kifogósnál, hogy meg tudja csinálni, egyébként ez is gyári kéne legyen, csak ezt pont az ügyfél kérdezte meg, ha szeretnénk ezt a lemez, hogy gyári legyen, ezt a komplet kifogó darabot meg kell venni, innentől odáig, ami benne van a katalizátor, és ez 618 ezer forint, azt hiszem, per oldal. Tehát, hogy ebből, ez még a kisebbik gond itt, a másik oldal, ami föl van gyűrve, azzal csinálni azt kell nézem, valami. Hogy ez egy kipufogó középrész, mert a leömlők után vagyunk, meg a hátsó előtt vagyunk, tehát a kipufogó középrész erre az autóra 1,2 millió. Így van. Hogy nyilván itt az ilyen dolgok, azok megugrasszák a költségvetést. Most próbáljuk úgy megcsinálni, hogy ne lehessen annyira látni. Meglátjuk, mennyire sikerül. Szép. Vagy magának amúgy a kipfogónak, meg a katalizátornak nincs. Azt nézem, hogy baja. Ettől függetlenül jó állapotú, hát nyilván a meleg meg a nedvesség az megteszi a magáét, fűt, mint állat, megáll a pára. Ez sajnos elrohad, ez minden nem ilyen. De igen, hát más kérdés, hogy az OT-vizsga biztos mennyire fogja majd nézni. Igen, hát meg amúgy rajta van az aljaburkat, tehát hogyha nem szedik szét egyébként, szerintem nem észrevehető, meg nem tudom mennyire szőrszálhasogató, mert azért nem ezzel foglalkozok, tehát nem felújítunk, meg nem OT-ra készítünk föl. Csak mondta a tulaj, hogy azért ezekre figyeljünk, amennyire lehet. Hogy tervben van az OT. Igen, egyelőre nem, de ha mégis később, hogyha szeretné, akkor ne legyen akadálya. Hány kilométer van benne, azt lehet tudni? Szerintem 110-valamennyi, 100. Mennyi? Nem ment sokat. Hát megnézhetjük amúgy. Nem ment sokat az autó. 110 kereken. 110 ezer kilométer. Hát igen, ez magyarázza a beltérnek az állapotát. Oda néz! Kazetta tartó a középkonzolban. Te jó ég. A múlt évezred rejtélyei. A múlt évezred rejtélyei. Igen. Hát meg ugye a Becker az is egy híres rádió benne, ugye? A klasszikus ez a kazettás, Becker. Igen, ezért gondolom, hogy ez inkább ráncfelvarrás előtti autó. Az a baj, hogy ez annyira ritkán találkozom ilyennel én is, hogy ez egyszerűen már nincs meg. A lökhárító alapján azt gondoltam, hogy ráncfelvarrod, de ez valószínűleg még egy ráncfelvarrás előtti ég. Igen, viszont ez beszívja az ajtót, az nem. Igen. Ez ajtószervos. Jó, de a sportautó, tudod? Ez is, nem? Nem, ez roadster. Király, gratulálok, remélem össze fog állni. Biztos, nem. Hogy össze fog, hát úgy még nem ment el innen autó, hogy ne álljon össze. Mert remélem, majd megtekinthetjük esetleg mozgásképesen is, mert nagyon, nagyon mutat, meg nagyon érdekelne. Mennyi egy ilyennek most a piaci ára, azt esetleg tudod, képben vagy vele? Hát amit beszélgetünk itt a tulajjal, én nem néztem meg, ő azt mondta, hogy 10 millió körül talán. Uh-huh. Nem néztem, egyáltalán nem néztem meg, nem tudom mennyi, de amúgy ilyen állapotban én szerintem lehet, hogy több is, nem? Simán benne van, mert szép az autó. Nagyon szép, tehát hogy tényleg olyan,
nem is látszik, hogy ahhoz képest, hogy svájci, meg finn volt, ugye mind a kettő országban erős telek vannak, uh-huh. és hogy ahhoz képest, amúgy gyönyörű az autó, hogyha benézel a kerékjáratokban, mindenhol gyönyörű a kocsi. Hát gondolom, erősen szezonális gép volt. Szerintem ez biztos, hogy hobbi autó volt, tehát ilyet nem is használt már nagyon másra. Tényleg gyönyörűek a kerékdobok, nincsenek leverődések, nincsenek pattogzások, a csavarfejek rozsdamentesek. Minden nagyon szép állapotban. Tehát ez az autó az, amivel élmény dolgozni, tehát rendesen úgy jövünk be, hogy jó itt nézni, hogy itt van a műhelyben. Gazdája volt, csak szerelője nem. Hát most az, hogy egy, szerintem nem ezt akart az előző gazdája se, valószínűleg azért adhatta egyébként, mert hogy belefáradt ebbe. Gondolom itt kifizetett egy alappénzt erre a felújításra, aztán nem sikerült, és aztán már úgy hozta el, hogy inkább ne is műjatok hozzá, mert rájött, hogy rossz helyre vitte. Jövünk még Tomihoz, mert megbeszéltük, hogy mindig szól, amikor valami érdekes van nála. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk. És most van 23-a. Boldog születésnapot, Tomi. Kösz. Ezt szülinapom alkalmával felvettük ezt a videót.